Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 12-én van egy Lilith energia. Ez aktiválja az álmokat, a vágyakat és a reményeket. Vannak bizonyos napok, amikor hiszünk ebben, de most 12-én inkább más irányba tekintünk, feladjuk ezeket az álmokat. Az is lehet, hogy mások hatnak ki ránk, és ők mondják, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. És pontosan ezen a napon kell, hogy erősítsük a hitünket. Az indiai számítás szerint a hold az a rák jegyében lesz 12-én, és a rák jegyében a hold erős, hiszen uralkodik a rák jegye felett, itt a hold otthon van. Vele szemben mozog Szaturnusz bolygó, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ez az elképzelés megvalósuljon. Tehát tekintsünk ebbe az irányba, és legyen meg ez a hit. A hold az kihat az érzelmeinkre, a rák jegyénél a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről, családi kapcsolatokról, az otthonról, vagy egy közös otthon tervezéséről, de ez az otthon lehet egy belső otthon is. Meditálj a felett, hogy mit szeretnél elérni, mi az álom, és erősítsd a hitedet. Az indiai asztrológiában, ezekben a horoszkópokban vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok, és vannak az ujjaink jógái is. És most mutatok egy gyakorlatot, ami segít fejfájás ellen. A hüvelyk ujjunkat, a gyűrűs ujjunkat és a kis ujjunkat összenyomjuk. A mutató ujj és a középső ujj az kifele mutat. Belélegezésnél összenyomjuk az ujjainkat, kilélegezésnél pedig kicsit elengedjük. Tehát mutatom a gyakorlatot. És én kívánok sok sikert az álmaid megvalósításához, és egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.